feketevő vagy halfban? Na sziasztok, üdvözletem minden fekete völgyről, Kemencei Kisvasút. És most ez egy szintén egy vonalbejárós videó lesz, most viszont egy kicsit többen vagyunk, mely szervezett túra. Csak erről akarok csinálni. De azért igyekszem majd folyamatosan dokumentálni. Most ez egy olyan ritka videó lesz, de nem is volt, hogy ilyen sokan járunk be egy vonalat. És itt van a vágány vége. Hivatalosan eddig járható a pálya, és arra fele megyünk tovább. Ja, megyek, itt átmegyek, itt mindjárt. És erre fele megy tovább a vágány hamuházig. Ez a járhatatlan szakasz, amit a sötét zöldek miatt nem lehetett visszaépíteni. De majd erre fele fogunk tovább menni. Itt körülbelül 3 km még hamuházig. És ezt nézzétek itt még. Kész jók az állapotok itt a 43-as szelvényben. Mert később lesznek olyan szakaszok, ahol így lógnak a levegőbe a sínszálak. Úgyhogy egyre haladunk elébb. Igen, ez a... Itt nézi, első komoly a pálya hiba, hát a talpfák azok kimentek borél. Ilyen, ja. Kicsit lóg a levegőt. Hát egy csöppet. Jön a dolgó bozótosabbik része, és ezt nézzétek, hát ott volt a híd, a sinek lógnak a levegőbe. Hídnak az alja még ott van. Az ott van, ennyi maradt a hídból. Na ezt nézzétek, hát. Hát itt a köveken kell átmenni, de nem baj, át tudunk. Ezt nézzétek. Nem semmi. Hát igen, ezt nézzétek. Itt lógnak a betonaljak is a levegőben, csak a sideg, meg hiányzik az ágyazott. Hát ezen már hajtányjal se lehet végigvenni. Hát főleg ott a hétfején. Hát tőlem, mint a Ropi, hogyha erre bármire elmenni. Ezt nézzétek. És ez még csak a kezdet volt, lesz még egy pár ilyen hamuházik. Ott előrébb is van. És még az se a legdurvább, ennél még jóval durvábbakat is láttam képen. Egyébként itt vagyunk a Börzsönybe. És itt fut mellettünk a patak, és itt haladunk. Hát itt az a patak nyíltat, így ez nem ez. Ez egy ilyen szempontból rendhagyó videó lesz, hogy ilyen csoportos vonalbejárása még nem volt. Hogy ilyen sokan legyünk egyszerre. Na, ott a következő. Na, nagyobb hírnek pályahiba. Hát hiányzik egy pár talfa. Szarad, miértem egy képbe. Na ezt nézzétek, viszont legalább a pályanyomonal az jól járható, nincs ebbe gazdosodva. Tehát ilyen szempontból azért jó, de... Látjátok, hát itt... De csak néhány betonal hiányzik. Mi az? Az igen. Na, itt a következő. Én nem láttak itt olyan növényzetet, vagy esetleg olyan dolgot, ami... Valami itteni helyi állatfaj miatt. Mert ez a tetényi már nem van itt a papadban. Nem, hát egy-két hiúz miatt volt, de hát a hiúz meg nem zavarja a vasút. Hát az már régebb óta is itt volt, és akkor is voltak itt hiúzok. Ne tudni már, ne se zavarja. Na meg egyébként, hogy nagyjából az állatokat se, tehát én már láttam nagy vasútot is ilyen állásnál, hogy ott pászkált rajta a nyúl meg az ő legnagyobb lelki nyugalommal. Na itt az első komolyabb. De ezt a fát, ezt könnyen meg lehet kerülni. De hát, egyelőre csak haladunk tovább. És ráadásul egy kicsit vastagabbak is a sinek. Hoppá! Ott lesz majd a következő. És igen, szokásos, lógnak a sinek a levegőbe. És vissza a pályára.
egészségére, bárki is volt. Hát, már volt, aki átment rajta, úgyhogy nekem is sikerülni fog. Hát, biztos, én nehezebb vagyok, de szerintem, de fog sikerülni. Ennyi. És itt a 47-es szelvény. Valahol a 80-as környékén lesz hamuház. Egyenre haladunk tovább. Most úgy látom, egy könnyebb szakasz jön, legalábbis ameddig be lehet látni. És itt lesz a következő pályahiba. 48-as szelvényt nemrég hagytuk el. És ha mindjárt látom, hogy hoppána majd ott előtte mindjárt megmutatják, hogy kell itt átmenni. Hát majd óvatosan Attila is van összevizette magát. Hát itt is látjátok a hídelem, a hídelem az ott mellette. Alépítmény az keresztbe. Sinek lógnak a levegőbe. De akkor ezen át tudtatok valahogy menni, úgyhogy akkor át lehet, az a lényeg. És akkor immár a túloldalt. Lássátok fel, én vigyázom. És ott alfástól lóg a levegőbe a sín. Betonaljastól, alfástól. Ott is van egy híd szétesve. Hát az egyik hídelem az itt van, a másik bekat meg megadom, elvitt a az árvíz valamelyre, hát... Hogy is van rá borulva? Hát persze, hát egyre jobb a helyzet. Hát itt már a maga pályázság van szakadni. Ahogy haladunk. És ez még mindig csak a kezdet. Hoppá! Aha, itt viszont a sín is rá van törve. Hát, irányodott a faj. Igen, hát... Na, ezen is izgalmas lesz akkor átmenni. Ja, rádölt a fa, a többi. Ott van a hídelem is mellette. És haladunk tovább. Onnan ismét járható lesz a pálya. Na és itt a következő. Ez se semmi. Dani, te kővel van alátámasztva. Itt is hídelem azért itt van kifordulva. Van. Hoppá. Alakul a helyzet. És igen, és itt van a... Igazi ez. Ez volt az összes ilyen kampány anyagban, amikor az újraépítésről volt szó, hogy így néz ki. És ezt nézzétek. Hát itt van a pályatest. Itt aztán már abszolút járhatatlan. Azt nézzétek, valaki elhagyta a tökét. Hú, ez viszont már brutális, de hát vannak előttem, úgyhogy át lehetett itt menni. Megérkezett a szúrós akász, minden vonalbejárásnak elengedhetetlen tartozik. Hoppá. De itt a következő. Így nem semmi. Igen, ott lódnak a vágék a levegőbe, de akkor ott nem tudtál átmenni. Nem, mert annyira egyenletlen a faj, nem bírom megtartani az egyensúlyomat rajta. Ja, ja, viszont is simán át lehet. Ja. Faszom csalán is megcsípett. Hát, ezen át lehet ugrani, ha más nem, de szerintem ott azon, itt át lehet menni, ott van két kő. Hát én mondjuk a másikra gondoltam, de valószínűleg az is jó. És itt van, átjöttünk a túloldalról, itt van a vágány. Valószínűleg egyébként itt is megvannak a sínek, csak be van temetve. Igen, de ezen a részen nem látszik. Ott viszont már látszik, igen, itt van. Most ez nagyon sikidom. Itt viszont simán járhatónak tűnik. Jó, persze ezt úgy értem, hogy gyalog, tehát mielőtt még itt valaki belekötne. És ott az a következő durva pályahiba. Menjünk tovább. Na,
Aha, na, vessék, ezt nézzétek. Ott a másik nagy vágány kivetődés. Hát ezt nézzétek, itt a következő. Jó állapotban lévő szakasz. Ott viszont úgy látom, megint így folyak, és ott lesz előttünk még egy hullámvasút, ahogy látom. De szerencsére van földút mellette. Ezen már képtelenség lenne átmenni. Itt van egy váltóban. Kitérő. Itt. Aha. Na, mindjárt nézzük akkor. Lehetséges, hogy már hamuházon lennénk? Szerintem még az... Annyit még nem jöttünk, szerintem. Na, mindjárt kiderül. Akkor van bontva a váltó. Bizony itt volt egy váltó valaha. És igen, és itt elne tovább. Csak hát itt más inszál is ki van szedve. Egy kemencei szabványú vágány végejelzés. És valaha itt voltak a sinek, meg itt ment tovább a pálya. Megvan a sín, itt van. És egyébként itt a patakmedelbe megvannak a sinek darabokban. Ott is van? Jaj, ja, persze, akkor így ment a pálya erre. Aha, akkor ott megvan. Nézzétek, a hídelem meg a pálya ott van. Hát itt is szépen néz ki. Lógva a levegőbe. Hát igen, itt a patakparton. És valószínűleg itt is megvan a pálya, csak betemették a kövek. Ja, arra fele meg aztán péki. Ez is fénykorában egy híd volt, hát ennyi maradt belőle. Nem, azt mondja, nem már összefordultak, hogy feladták. Ja, hát az lehet. Ezt nézzétek, itt is van egy jelzés. Ez olyan, mint egy András kereszt. Nem tudom, hogy mi a cél. Onnan jövünk vissza ugyanezen az úton. Hát, ha elfogynak a sinek, akkor vissza. És csak erre tudunk visszajönni. Itt van mellettünk egyébként a vágány, csak hogy mutassam. Aha, és itt ezt az utat keresztezi. Lehet, hogy az András kereszt az ezt jelezte. Hát akarok, hogy ja, megvan, az csak az állvíz itt egy kicsit átrendezte. Amúgy itt megyünk rajta. Várják, hát itt van. Itt van, mint pont rajta. Hát nézd meg, itt van. Itt már kilátszik. És arrafele van tovább. Nézzétek. Lassan megérkezünk. És ezt nézzétek, itt van, ez már a hamuház állomásnak a... Itt van vágányzáros sorompó, itt voltak a kitérő vágányok, ott van egy lassú jel. Megvárom, hogy átélsz-e. Ha átélsz, én is megyek. Így is van. Oké. Okay. És bizony itt van a vágányzáró sorompó. Ez is sínszálból. És itt vannak a mellékvágányok. Ott van a felvételi épület fönt valószínűleg. Működik a váltó? Aha, csak szép van holva, ja. Pincel, így. Figyelj. Aha, és tényleg működik. Várjál, nyomjátok még egyszer, vagy videózzon le. Megdobtál?
olcsó játék hülye gyereknek. És nézzek, itt vannak a csillék. De. De azt hiszem igen, és innen hivatalosan járható a pálya, a vonattal is. De csoport. Hát de erdefele már nincs tovább sín. Azt nem tudom. És ezt nézzétek, akkor menjünk tovább, elmegyünk az ütközőjébb akik. Na, ez viszont nem jó, mert felakállásban van a váltó. Nem lehet minden tökéletes. Az igen. Ez kuka. Kádi, ezt te kiváló ügynök volt. Hamuház Hofban hofot elhagyva. Még folytatódik arra a vágány. Megnézzük meddig meg. Menjünk végig. Csoport ezért nagy része még úgy is mögöttünk van. Még megy arra látjuk. És itt a 64-es szelvény. És itt van még egy híd. Folytatódik ez még. Nézzétek, és itt van még egy híd, és még mindig megy. Már nem is tudom, hányszor kereszteztük ezt a patakot. És még valafelé is folytatódik tovább a sín. Csak hát itt már nem tudni, hogy merre. Ezen nagyon óvatosan gyerált. Még egy híd. És már lassan a 71 szelvényben vagyunk. És ezt nézzétek, és még mindig, ha megyünk előre. Lassan már lemegyünk a térképről, de mélységek még mindig vannak. És ezt nézzétek, és még mindig megyünk tovább, pedig már. De el is van, majdnem egy kilométert eljöttünk Hamuháztól is. És még mindig megy. Látszik a távolban egy épület, valószínűleg addig tartottak a vágányok, de mindjárt kiderül. Jelenőre haladunk. Hoppá! Mentén, és szerintem itt az épületnél lesz a pályának is a vége. És az azért, hogy mivel szervezett túrával jöttem, és ugye a busz is előbb-utóbb vissza fog indulni, nem biztos, hogy most sikerül végig menne. Ha még nagyon sokáig folytatódik, akkor sajnos vissza kell fordulni, nehogy itt hagyjanak. De szerintem itt lesz valahol a vége, mert itt van ez az épület, és szerintem eddig hozták ki. Itt csak van. Valami erdészeti lakodó lehetett itt talán korábban. És bizony itt van egy épület. És igen, hát itt van egy kitérő vágány. Hát a váltó már nincs meg, de itt van egy mellékvágány. Szerintem ez egy megálló lakodóhely lehetett itt. Na, ezt nézzétek, és így bizony itt a vágány vége. Egynek. Másik az még folytatódik tovább, de a fő vágánynak itt vége van. És ott vágányok eddig vannak, tehát itt már szerintem valószínű. Szerintem itt már felszedték, de egykoriban erre ment tovább, ugye kiterjedt hálózat volt, ez még a Börzsönyi kisvasúttal is összekötetésben volt, meg a Kismarosival is, tehát mind a kettő ideig. De látszik a nyomvonal, hogy itt mentek a vágányok tovább, de hát most arra nem tudunk elmenni, mert az már tényleg nem fél bele az időbe. Így, szerintem azt nézzük még meg. Megnéz? Ja, megnézhetjük. Ja, 72-es szelvény. Valahol a 40-es környékén volt fekete völgy. Hát 3 kilométer tűzünk. Na nézzük, ja, igen, itt volt egy kisvasúti híd valószínűleg. De nem hírt voltak áldozat. Vagy nem? Hát te majd eljöttnénk erről, akkor itt a helyén elsétálhatnánk Nagy Börzsönyig. Ja, az lehetne. Majd egyszer valamikor. Akár biciklivel is be lehetne ide jönni szerintem, csak van egy-két rázósabb szakasz ott a földúton, még be lehetne ide jönni, és ez a sokkal gyorsabban meg lenne. Ja. Aha, na, akkor ez egy kulcsos ház, vagy legalábbis régebben az volt. Még bent vannak az cuccok itt. Hát nem úgy néz ki, mint amit mostanában használtak. Tudod, még sporthelyet is van bent. És itt valami csővezeték is volt, úgyhogy itt a víz vagy valami be van kötve. Vezetékes víz az nem hiszem, maximum hidrofor. Mondom, víz. Nézd csak, Kevencei erdei vasút. Mi ennek a helynek a neve? Hát itt ennyit írtak, hogy a 2000-ben azért nyitották meg az első szakaszát, de hogy erről mi a helyzet, arról nem ír. Nem tudom. Ha
Hamuház, Hamuház, Hauptbahnhof. Köszöntjük nedves utasainkat. Na nézzünk csak be. Van itt még valami? Itt még vannak kisvasútisének is lepakolva. Ez a kék túraútvonal. Hallod, jövünk majd egyszer túrázni, hogy tudunk szalonnát is sütni. Vagy macskát, vagy más. Meg más sincs, akkor... És itt is van egy kis leírás a kemencei kisvasúton. Akkor ez a mai rendhagyó vonal bejáró túra. Ez itt ért véget, Godóvár állomástól nem messze, itt a Kövi Rózsa, itt teremnél. Ez lesz a járgányunk, majd hazafele. És akkor megköszöntem, hogyha ezt is megnézitek, azt köszönöm mindenki, aki megnézte, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok! Én itt most még bemegyek ide enni, aztán majd ezzel a járgánnyal egészen Budapestig vissza is tudunk menni. Na, tehát ennyit jelent, hogyha szervezett úr a keretében jön az ember vonalat bejárni. Ilyen sem mostanában volt, sőt ez volt az első.